Vendégünk a kimondva, kimondatlanul meggyanúsított özvegy Zámbó Edit asszony és Zámbó Szebasztián. Jó reggelt kívánok önöknek! Edit asszony, önt gyakorlatilag meggyanúsította Hulé Éva ebben a bizonyos beszélgetésben. Mit szól ehhez? Felelős ön Jimmy halálában? Nem vagyok felelős. Ezt a szerintem a rendőrség ki is derítette. Ez államigazgatási eljárásban folyt, ez a BRFK nyomozott. Ez az egész nyomozás. 3 hétig nem tudtuk eltemetni a férjemet, mert addig, amíg a nyomozás minden szaka le nem zárult, addig nem temethettük el a férjemet. Én úgy gondolom, hogy ott mindent kinyomoztak. Én nem érzem magam egyáltalán, tehát én nekem tiszta a lelkiismeretem. Én megpróbáltam megakadályozni ezt a balesetet, és sajnos nem tudtam. Hogyan? Megpróbáltam a férjemtől elvenni a fegyvert. Miért került az ő kezébe aznap este? Tulajdonképpen ezt, hogyha úgy vesszük, akkor az Évának is köszönhetjük ezt, hogy az ő kezébe került a fegyver. Mert megmondom, hogy miért, mert ez a kakas, ez valós dolog volt, de... Tehát, hogy kukorékolt a kakas. Igen, de nem olyan szinten, hogy na most a férjem ezért olyan nagyon mérges lett volna. Lényegtelen, a lényeg az, hogy emiatt került elő a fegyver. És én, nekem is volt egy gázpisztolyom. Ezt a férjemtől kaptam én, dobozba volt a hálószobának az éjjeli szekrényében. Mert ő sokat turnézott, és ő úgy érezte, hogy a biztonságban akkor van a család, ha ez a fegyver ott van. Én nekem ezen a fegyveren az új lenyomatomat nem találták meg, mert én ezt a fegyvert ki sem vettem soha a dobozból. Én gyűlölöm a fegyvereket, nem szeretem, de a férjem... Aznap este mégis ez a fegyver került igen, elő. Igen, ez a fegyver előkerült. Ez valóban így volt, hogy az én férjem mondta, hogy a fegyvert vegyem elő, mutassam meg, hogy nekem is van ilyen. De ez nem is lent volt a nappaliba, hanem fent, akkor még a Krisztiánnak a szobájába. És akkor volt. Ön lehozta ezt a fegyvert? Nem hozta le, ez fent volt, mert a fegyver is fent volt a hálószobába. Én odaadtam neki a fegyvert dobozostól. Ő megnézte a fegyvert, és kilőtt az ablakon. Ennek az egésznek ez volt a lényege. A kakast akarta lelőni. Nem. Teljesen más, az utca felőli ablakon lőtt ki, a kakas meg hátul volt a kert felőli oldalon. Edit asszony. Miért lőtt ki? Igen. Meg akarta mutatni az Évának, hogy milyen nagyot szól, mekkorát szól ez a fegyver. Kár volt. Kár volt, bizony kár volt. Edit asszony, azt árulja, 9 éve történt ez a baleset, sokak szerint lebegtetve, hogy állítólag gyilkosság, történt, hogy de mitől miért... lett volna ez gyilkosság? Tudom, én hallottam, hogy ezzel most ne sértődjön meg, hallottam olyat, hogy valaki konkrétan azt mondta, és tényleg előre kérem, hogy ezzel most ne sértődjön meg, hogy állítólag öllőtte le Zámbó Jimmyt. De hogy? Hát na most ehhez hozzátartozik persze, a mi életünkben nem igazán láttak bele. Ehhez hozzátartozik az, hogy azért nálunk bizony a férjem viselte a nadrágot. De hát azért a kettő, amit a Hulé Éva állít, hogy én folyamatosan a férjemet provokáltam, igen, ez a jó szó, köszönöm, provokáltam, és az, amit a Tihamér ebbe a műsorba elmondott, hogy Editre ránézett a Jimmy, és tudta, hol a helye, hát azért ez a kettő nem ugyanaz. Szebi, neked mi erről a véleményed? Ez ami elhangzott ebben a műsorban is, hogy édesanyádat így gyakorlatilag meggyanúsították. Ugye együtt néztük a frisbit vasárnap este, még poénosan meg is kérdeztem anyutól, hogy te anyu, ütötted aput? Szóval igen, mert hogy ez a vád is elhangzott, hogy ott azért a pofonok jöttek-mentek, és hogy nem csak édesapád. Szerintem minden normális családban vannak viták. Így van. Vannak veszekedések, utána egy jó kibékülés újra felfrissíti ugye a kapcsolatot. De volt tetlegesség nálatok? Erről nem szeretnénk beszélni. Én úgy gondolom, hogy az, ami zajlod a családon belül, az a mi dolgunk. Persze. Mi 22 évig éltünk együtt, nem a semmiért.
Nekünk van két gyerekünk, és én ezt azért egy kicsit visszataszítónak találom, hogy ilyen cikkek jelennek meg az újságban, hogy én, a férjem azért maradt velem, mert hogy én az Adriánnal terhes lettem direkt. Hát ez nevetséges. Igen, arra a végzetes estére. Tehát ott tartottuk, hogy kilőtt a Jimmy az ablakon. Igen. Nem a kakasra, hanem kilőtt az ablakon. Utána igen. Mi történt? Utána az Éva mondta, hogy milyen nagyot szólt ez a fegyver. És majd a férjem azt mondja, hogy ez nagyot szólt, akkor miért szól az enyém? És ezzel az erővel ő elővette a fegyvert, az övét, a sajátját. És azzal is kilőtt az ablakon. És az természetesen még nagyobb volt, hát az éjszakai csendben el tudják képzelni, hogy mekkorát szólt. És akkor és utána? És, ugyan halt meg Jimmy? Tehát azt kilátta, és utána látott? Ott voltunk mind a ketten. Tehát az Éva ugyanúgy ott volt az ajtóba, mint én. Én is az ajtóba voltam. Tulajdonképpen én nekem nagyon sok mindent elmagyaráztak a Teve utcába, az üvegpalotába a balesettel kapcsolatban, mert én nem értek a fegyverekhez. Én nagyon utálom a fegyvereket. Azt mondja, hogy mit látott? Az ajtóban állt. A férjem kinyomta, mert ez egy ilyen automata fegyver volt, kinyomta azt a tárat a földre, és ő nem a kezében nyomta, hanem a szőnyegre leesett. Leesett a szőnyegre ez a tölténytár, és ebből, mint én ezt később tudtam meg, mert én ugye ezt nem figyeltem, kiesett ebből, kipattant egy töltény, ami ott maradt a szőnyegen. És utána a férjem tudta, hogy ez automata fegyver, és ez benne maradt még egy töltény, és ő leült az ágy szélére, és ő próbálta visszahúzogatni a tetejét, tehát én nem értek hozzá a pisztolynak, hogy kiszedje belőle ezt a töltényt. Én gondolom, illetve nekem így magyarázták el az üvegpalotába, hogy azt a töltényt, ezt hiába húzta, nem jött ki belőle valószínű. Azt a töltényt viszont meglátta, ami kiugrott a tárból, lent a földön, a szőnyegen. És ő úgy gondolta, hogy abból a pisztolyból esett ki a töltény. És akkor én nagyon elkezdtem veszekedni vele, ez tény és való, hogy add oda a fegyvert, ne játsszál a fegyverrel. És akkor azt mondta, hogy ó, ugyan már, azt mondja, mit először rám fogta, és mondta, hogy mit idegeskedsz, azt mondja, nincs megtöltve. És ezzel a fejéhez tartotta is lőtt. És meghúzta a ravaszt. Ittas volt Jimmy aznap este? Nem mondhatnám azt, hogy ittas volt, de ivott. Tehát körülbelül egy olyan, olyan üveg, egy üvegpezsgőt körülbelül annyit ivott meg. Azt árulják el, hogy 9 év után miért lenne érdekük különböző embereknek, hogy ezt a balesetet, ugye most ezt úgy állítja be, vagy úgy mondja el, mint hogy baleset történt. Hát én ezt nem úgy állítom be, ez én nekem hivatalosan. Jó, így van, igaza van ennek, vagy ebben. De hogy ez mégsem baleset volt, tehát ebben mi érdeke lenne az embereknek? Ez nagyon sok szóval ebbe hozzájárultak ehhez a testvérek is nagyon sok részben, mert nem hitték el. Én a jegyzőkönyvet, amikor én megkaptam a jegyzőkönyvet, én az volt az első, hogy őket kihívtam hozzánk. Leültek, és az öcsinek a felesége, a Juli, olvasta fel hangosan a jegyzőkönyvet. És ennek ellenére ők nem hiszik. Hát én nem tudok ezzel mit csinálni. Juli Éva gyűlöli önt? Nem szerető engem, ez tény és való, én sem szeretem miért? Őt. Megmondom miért. Ő rajongóként került a családba. Közel sem arról van szó, hogy 20 éve, én 98-ban, amikor a férjemnek a BS koncertje volt, én akkor ismertem meg őt. Utána került ő a családba, tehát 3 évvel azelőtt, hogy a férjem meghalt. Ő egy valamilyen ellenőr volt, nem tudom milyen ellenőr volt. Ő beszélt magáról, hogy gonoszkodott az emberekkel. Én nem szeretem a gonosz embereket. Én egyszerűen nem tudok, a gonosz és a hazug emberekkel nem tudok mit kezdeni, és én nem szerettem őt, ez tény és való soha. Fenyegette ön meg valaha a Hulévát a baleset után? Én nem. Én miért fenyegettem volna meg?
Hát ő neki ugyanúgy jogában áll a mai... Kuléva a frisbee-ben elmondta, hogy ő a haláleset óta nagyon sok fenyegető telefont kapott. Nem beszélt arról, nem volt hajlandó arra a kérdésre válaszolni, hogy kitől vagy miért, igen, hogy őt zsarolták, ezért kérdezem. Én elmondom, elmondanám, hogy én szerintem ennek a hölgynek üldözési mániája van, mert engem ő többször akkor felhívott telefonon, hogy őt fenyegetik, ez való igaz. De ő konkrétan tudta azt, és nekem legalábbis azt mondta, hogy őt a testvérek fenyegetik. Most már a testvérekkel nagyon jóban van, most akkor ki fenyegeti? Nem értem. Én nekem 15 éve ugyanez a telefonszámom van. Én a férjem balesete után sem soha egyetlen egy fenyegető telefont, vagy hogy szóban engem megállítottak volna, és egy fenyegető szót soha nem hallottam. Őt miért? Nem értem. Azt mondja, tehát, hogy lezárjuk a beszélgetést, hogy Hulé Éva hazudik. Igen. Én konkrétan ezt mondom, igen. Köszönöm szépen, hogy bejöttek hozzánk. Én is köszönöm. Köszönjük szépen.